Gerdellyel, Tamás író, filozófus a vendégünk, és hát a könyvek szerepe a nyugati kultúrában címet adtok annak idején ennek a beszélgetés folyamnak, aminek most a következő állomása, még egy picit a reneszánszt érintve, most már akkor a reformációról és a vallásháborúk irodalmáról fogunk beszélni. Egy óriási szellemi kaland ez a korszak, már eljutottunk a 16.-17. századhoz, illetve ennek a küszöbéhez. A legutóbbi beszélgetésünkön valahol ott hagytuk abba, hogy a reneszánsz azért ez egy furcsa dolog, nem egy annyira egységes szellemi mozgalma, amennyire sokan esetleg gondolnák. Szeretnék beállítani. Szeretnék talán beállítani. Nem csak az észak-itáliai városállamok polgárságának a szellemi mozgalmáról van szó, hanem azért egész Európára kiható, kiterjedő kulturális, műveltségbeli, szellemi gondolkodás, irányzat, művészet és ennek kiterjedt irodalma. És ugye valahol ott hagytuk abba, hogy minél északabbra és minél nyugatabbra menjünk, annál később jutnak el ezek a hullámok, egész annyira, hogy bizonyos északi államokba el sem nagyon jutnak, vagy egészen másfajta formában jut el a reformáció, illetve bocsánat, a reneszánsz, és már összefonódik a reformációval, ami a 16. század elejének, tehát az 1500-as évek elejének a legnagyobb, legjelentősebb, legfontosabb szellemi mozgalma, ami viszont szintén kihat több évszázadon keresztül egész Európára. Akkor most, ha jól értem a haladás irányát, akkor ez egyre közelebb kerül most már a polgári lakossághoz. Így van, a polgári kultúrához, a polgári gondolkodásmódhoz. Ugye szeretem úgy megközelíteni a reformációt, illetve a reneszánszt is, mint a reformációt, hogy a polgárságból kinövő mozgalom, és elsősorban a polgárságnak a kultúrája, ami természetesen eljutott az udvarokba is, főleg a reneszánsz művészeteket, hogyha nézzük, a reneszánsz festészet, építészet, szobrászat, amikor Mediciek és a pápák a megrendelők, ugye akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez megmarad a polgárságnál, de alapvetően ez a polgárságnak a szellemi mozgalma, és a 16. században összefonódik és kölcsönösen megtermékenyíti egymást a reneszánsz humanizmus és a reformáció. A reformáció tulajdonképpen elég pontosan kijelölhető, ugye a történészek is azt hiszem, hogy nem vitatkoznának ezzel, ez a bizonyos 1517. október 31-e. Így amikor pontosan, napra pontosan amikor tudjuk. Igen, ez a Luther Márton nevű ágostonrendi szerzetes vesz egy nagy levegőt és elhatározza magát arra, hogy bár ő egyáltalán nem akar még új vallást indítani, vagy új vallási felekezetet alapítani, egyszerűen elege van a korabeli egyháznak, a korabeli katolikus egyháznak a visszaélésével, a visszásságaival, az ellentmondásaival, a problémáival, a bűneivel és így tovább, egy lelkiismeretes keresztény hívő emberről van szó, és ezt a bizonyos 95 tételét ki függeszti a wittenbergi vártemplom falára. Na most ő maga sem tudta még ekkor, hogy egy szellemi atombombát robbant föl, vagy egy időzített bombát, inkább ez pontosabb hasonlat, és fölforgatja vele egész Európát. Na most, miket tartalmazott egyébként ez az írás, amiben elsősorban fölforgatta a vallást? A pápaságnak, a katolikus egyháznak olyan gyakorlatait leplezte le, amelyeknek semmi közük nincs a Bibliához. Tehát például a búcsúcédulaknak az árusítása, tehát az a évszázados középkorban gyökerező gyakorlat, hogy a korabeli katolikus egyház pénzért árult bizonyos olyan szelvényeket, cédulákat, iratokat, hogy feloldozást nyer az illető, aki megvásárolja minden bűne alól, vagy bizonyos bűne. Ez a penitencia helyett volt gyakorlatilag pénzért megváltató bűnbocsánat. Pontosan így van. Hát azért ezt ugye azt gondolom, most is kiverni a biztosítékot, ugye a legtöbb keresztény embernél, ez teljesen egyértelmű, hogy teljesen bibliaellenes, illetve hitellenes gyakorlat. Aztán a misének a problémáiról, hogy tulajdonképpen ez egy bálványimádás, nincs köze a Biblia Isten tisztelethez, és így tovább. Tehát elsősorban vallási, teológiai dolgok voltak, ami aztán a németországi polgárságnak, nagypolgárságnak a társadalmi mozgalmával is összekapcsolódott, tehát Luther szinte azonnal kapott egy óriási nagy védőernyőt, mert fölismerték ebben a németországi, a német polgárok a pápaságtól, a Rómától és a császárságtól való elszakadásnak is a mágiát kockáztatta ezzel egyébként. Pontosan. Másodpercet ráhúzták volna az eretnekség védkét. Így van, rá is húzták és ki is átkozták, és Luther kellő férfi
férfiasság és a rájellemző óriási nagy szellemi bátorsággal az a válaszolt, hogy ő viszont kiátkozta a pápát. Tehát kölcsönösen kiátkozták egymást, és azt mondta, hogy lássuk meg, hogy kinek az átka erősebb. És hát Luther nagyon szép öreg korban, családot alapítva, nagyon jó módú, jó körülmények között tért a sírba, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a történelem őt igazolta. Abban az időben a cölibátus még nem volt divatban? Vagy ez de ő divatban volt, de természetesen ugye a reformátorként és a katolikus egyház rögtönzött legfőbb ellenfeleként ő kilépett az egyház berkeiből, és a cölibátusát is feladta. Feleségül vette egy egykori apácát, családot alapítottak, és nem tudom pontosan, hogy hány, de nagyon, nagyon szép számú gyermekük született. 6-7-8 együtt zenéltek, és közös istentiszteleteket tartottak, és az egész egy rendkívül harmonikus családnak a modelljét állították fel. Hogy terjedtek ezek a tézisek? Tehát ugye a nyomtatás abban az időben ugye kezdett a Gutenberg-féle sajtón keresztül ugye elkezdték ugye terjeszteni a Bibliát, ugye, és akkor gondolom ezek a tézisek is elő vagy utóbb nyomtatásban. Pontosan itt jön be, hogy a reneszánsz humanista műveltség, és az ezzel összekapcsolódó már az előző században, a 15. század közepén Gutenberg találmányaként apostrofált könyvnyomtatással összekapcsolódva egy hordozó rakétájaként működött az új hitnek, az új vallási gondolatoknak. Szórólap formájában vagy könyv? Először szórólapok, aztán könyvek formájában is. Hozzá kell tenni, hogy egyrészt nem Gutenberg találta föl persze a könyvnyomtatást, ugye Kínában már régóta ismeretes volt, és hát... Szőlőprést felhasználva csinált. Nem zárhatjuk ki, hogy esetleg keleti hatással, de az biztos, hogy egy holland nyomdász már Gutenberg előtt is kísérletezett ezzel, és nyomtatott már ki anyagokat, de Gutenberg hozta léte 1450-ben az első teljes könyvet, az első vulgátát, Szent Jeromos által fordított Bibliát, és innentől kezdve az ő neve vésődött be a hagyományba. És ezzel, ezzel az új technikai forradalma és információs forradalma fölvértezve a reformátorok el tudták érni egész Európát, el tudták érni a polgárságot, és ami óriási nagy dolog, hogy tulajdonképpen a Biblia nemzeti nyelvre lefordításával nagyon sok nemzeti irodalmat is megalapoztak, például a német irodalom is tulajdonképpen innentől datálható, és a magyar irodalomnak is ez kezdetének tekinthető. Ez nagy felelősség egyébként, hiszen egy félrefordítás, egy Biblia félrefordítása vallásháborúkat robbanthatott volna. Pontosan. Ki. A vallásháborúk egyébként is kirobbantak. Tehát... Ja, de hát az nem kell félrefordítás, persze, de ez még keresztény és keresztény között is okozhatott volna feszültségeket. Hogyne, pontosan a 16. századra éppen ez jellemző, a különféle Biblia értelmezések, a különféle vallási tézes értelmezések, a korszak jellemző irodalmi műfaja a hitvitázó irodalom, a vitairatok. Tehát bármilyen furcsa is, a 16. század embere leginkább vitairatokat olvasott, és a vallásával, az üdvösségével, az Istennek tetsző cselekedetekkel kapcsolatos dolgok izgatták a legjobban. És a következő századra ez már átment a háborúk és a fegyverek nyelvére áttevődött, vagy szinterére, ott már szó szerint vallásháborúk alakultak. A vitatkozásnak egy erőszakosabb formáját alkalmazták. Ebben az időben mennyire volt jellemző a szórakoztató irodalom terjedése? Tehát volt már olyan, amit csak azért írtak, hogy az emberek jól érezzék magukat, tehát nem állandóan a vallásról, meg Istenről teológiai vitákat folytatva vitatkoztak? Természetesen volt világirodalom, mint ahogy már a megelőző századokban is volt világirodalom, volt lovagi epika, lovagi líra, beszéltünk ugye a trubadur költészetről, beszéltünk a vágánsdalokról, vagy említettük a vágánsdalokat, a minezángereket, a trubadur költőket, illetve a lovagi eposzokat. Nagyon érdekes, hogy ha nem is pont ebben a században, de nem sokkal később, és hogy mennyire összefüggenek ezek a dolgok, a puskapor, a másik nagy találmány is elterjedt, és a lőfegyverek, a tűzfegyverek is elterjedtek Európa hadszínterein, és ez azért érdekes, mert ez a több ezer éves hagyományra visszanyúló eposz műfajnak a halálát jelentette. Például Zrínyi, amikor megjelentette a Szigeti Veszedelem című eposzát, Obsidio Szigetiáné címmel Bécsben 1651-ben, ő már pontosan tudta, hogy a lőfegyver megjelenésével vége van egy korszaknak, ugyanis az eposz az egyéni hősiességre épít.
Az egyéni hősiességtől pedig elválaszthatatlan a közelharc. Közelharcot pedig dárdával, lándzsával és leginkább karddal lehet vívni. Amikor megjelenik a tűzfegyver, akkor a személyes bátorságnak a szerepe sajnos nagyon erősen lecsökkent. Eltűnik. Úgyhogy a szigeti veszedelemmel Zrínyi már egy letűnt korszaknak a művét hozta létre, és ebben a korszakban már megjelennek az első igazi európai regények, Rabelaisnek a Gargantua és Pantagruelje, később, nem sokkal később Cervantesnek a Don Quixote-je, amik az első igazi modern értelmezett európai regények. Mennyire olvasmányosak ezek egy mai ember számára, ha mondjuk a nyelvet érti, mert ugye azért az akkori nyelvezet meg a mai modern nyelvezet között vannak ugye olyan nyelvek, mint például az angol, ahol egy Shakespeare-t már például nem tud elolvasni egy mai angol, csak szótárazva. Így van. Ők azért Shakespeare-nek a kortársai is, de véleményem szerint közelebb állnak a szélesebb olvasóközönséghez, mint Shakespeare drámái. A Gargantua és Pantagruel rendkívül szórakoztató és izgalmas olvasmány, különösen az első könyvei, később már, ahogy erre tudósok, irodalomtörténészek is felhívták a figyelmet, egyre kevesebb a humor és a szellemességben, és egyre inkább a kritika tárgyává lesz. Tehát ha jól emlékszem, az ötödik kötetnél ott már a szerzőiség is fölmerült, hogy talán már nem is Rabelais írta az utolsó kötetet, de kétségtelen az első könyvei rendkívül szórakoztatók és olvasmányosak, és a Don Quixote-ről meg azt lehet mondani, hogy egy örökzöld. Tehát én azt gondolom, hogy nincsenek olyan korszakbeli határok, vagy olyan gátak, amik akár a modern olvasó számára elválasztanák őt a Cervantes világától. Tehát ugye ezt köztudott, hogy a lovagregények paródiájaként készült eredetileg, egy utolsó lovagregényként Cervantes Don Quixote-ja. Don Quixote tulajdonképpen egy a könyvek áldozata, tehát egy olyan mondva csinált, maga csinált a hős, aki a saját álomvilágát összekeveri a valósággal, és ezért esik különféle izgalmas, érdekes, mulatságos és szomorú kalandokba. De ezzel tulajdonképpen egy egész korszakot nyitott meg Cervantes, tehát a modern regénynek az alapjait lefektette. És innen folytatjuk a következő beszélgetés alkalmával. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta ezt nekünk. Köszönöm szépen.